Szavaztok, szavaztok, úrjátok, ez pedig a Minden, ami sör és konzol. Mai műsorban ismét egy cecei sör került terítékre. A szüretlen lágás sörük így néz ki maga a doboz. Az előző sörükben IPA-ban nagyon kellemesen csalódtam minden tekintetben. Ugye főleg a összetevőkkel, hogy ilyen szépen ki volt minden fejfő, de ez szintén olyan 4,5%-os az alkoholtartalma, 0,33-as maga a doboz. Sörtípus German Pale Lager, azaz egy alsó erjesztésű, némes stílusú lager sörrel lesz dolgom. Száraz anyagtartalom 10 és feles, ez teljesen korrekt. Ugye múltkor sikerült belefutni egy olyan magyar sörbe, aminek 8,12-es volt a száraz anyagtartalom, úgyhogy az nagyon-nagyon vizes volt. Itt azért lényegesen többet várok. Keserű érték 18 az IBU skálán, a szín az a 6-os skálán, gabonák pilzeni, komlók magnum és zafír. Élesztő típus S23. Ideig nagyon komoly. És ugye itt a túloldalon meg van adva a összetevők, szűrt víz, árpamalát, a komló és élesztő. Nézzétek meg, mutatom még egy szellőről, milyen jól néz ki maga a doboz. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a sörre, és sokat is várok természetesen ebből is a múltkorják alapján, hogy ennyire jó sikerült a első sörre a cecei főzdének. Jöhet a kibontás, füst ennek sem sok, fogyasztása 5-6 fok körül. Én most ebből a sztárláspárból fogom elfogyasztani, tesztelni nektek, de lehet korsóból is, vagy lágeres, hosszított pohárban, kinek mi tetszik. Jöhet a kitöltött, és nézzétek meg. Ugye írták, hogy maga a sör az szüretlen. Uha, nagyon komolyan néz ki. De és közben lerakom oldalra, ablakpárkányra a sört, így néz ki maga a produktum kitöltve. Tényleg nagyon szép színe van, kellemes, nem is tudom milyen szasítani, ilyen, hát, fele tudja. Ilyen rozsdás sárga szerűség a színe, habja szinte semmi nincsen, illatra pedig a kellemes ilyen komlós, kicsit fanyar, citrusos, és egy kis édeskés malátás illattal a végén, illatra ideig nagyon jó, jónak mondanám. Főleg a kisüzemi lágerfronton az ott is egyszer-kétszer bele lehet ilyenbe sajnos futni, hogy túlárazott a termék és nem hozza a minőséget. Ezt kíváncsian várom, ezt is 300 pár forintért szereztem be akciósan, kóstoljuk meg. Egészségünkre! Na gyerekek, nem túl szénsavas. És nem is keserű. Azt mondom, hogy úgy érzem, hogy ezt a szintet azért szeretném elvárni egy Magyarországon gyártott lágersörtől, mert ez egy egész kellemes jó szint. Szépen elkülön egymástól a komló, a maláta, és a végén egy ilyen kellemes citrusos íz önti nyakon az egész ízorgiát. Úgyhogy gyerekek! Na, igen, ez ismét egy nagyon jó sör. Ezután is gratulálok a ceceinek, még egyszer, hogy 2-ből 2. Egy új sörfőzdéről van szó. És most ahhoz képest, gyerekek, gondoljatok bele, hogy nemrég kezdték az ipart, még a weboldaluk nem volt kész, mikor ezt a teszt készült. Azt hiszem, ezt a tesztet szilveszter előtt vettem fel, de csak február végén, március elején fog kikerülni, úgyhogy ezzel vagyok télik a bárba, meg sapkába, meg egyebek. Úgyhogy megmondom őszintén, addigra remélem kész lesz a weboldaluk, majd nézzetek rá, természetesen belinkelem a sörteszt alá a YouTube-on. Úgyhogy igen, gyerekek, ez nagyon komoly minden tekintetben ez a sör. Le a kalappal előttük, egy nagyon finom, nagyon kellemes, nagyon jó csúszóráger, és kimerem jelenteni, hogy a Paulánál meg hasonló, itthon kapható söröknek a színvonalát simán hozza. Oké, hogy elsőt kapok azért az értéki, amennyibe belekerül úgymond a sör, de mondjuk egy Paulánál már 600 körül van, ez ilyen 550, hogyha nem akciós, 500-550 között néztem, de szerintem azért ez lényegesen finomabb, zamatosabb, úgyhogy ezután is gratulálok cecei sörfőzde, ügyesek vagytok, jól nyomjátok, maradjon is így. Úgyhogy ez volt tehát a mai teszt, a ceceinek, a szüretlen lágersörének a tesztje is, ne feledjétek, sörre fel, hisz inni kell, szevasztok, legközelebb újra jövök.